Virtual Liliana vagyok, második C-s osztályba járok. Most jöttem a kerületi versmondó versenyről, és első helyezett lettem. Börcsök Mária, az állatiskola alatt. Még figyelnek mindhányan bent az állatiskolában, de odakin, bokron ágon, földön vizen szálmaszálom, a szülők már gyülekeznek, toporognak, beszélgetnek. Az én fiam színetes lett, büszkélkedik a vörösbegy. Jó magának, sír a majom, nekem bezzeg sok a bajom, az én fiam mindent másol, szomszédjáról, a szamáról. Ha a bagoly mellett ülne, dolgozata sikerülne. A fiának ki a párja? Azt hiszem a kánya lánya. A kányának nincsen lánya, csak egy fia van, Habakuk. De arról is kisült, hogy Kakuk. Mondják, kérdik az belógva egy garomba pókapóka. Miért dicsérjük folyton pontjot? Miért kap minden nap jó pontot? A pont csendes, nincs vele baj. Hillik, nem sok vizet zavar. Hát a hörcsök az is csendes. Csendes, csendes, csak nem rendes. Elhagyja, súg az örgébics, még a pofazacskóját is. A maga lánya milyen? Hiúz. Jó kislány, csak sokat fiúz. Elnye, elnye, én nem hagynám, hogy fiúval járjon hangyám. Amikor a tücsökkel láttam, rögtön jól potrohon vágtam. Helytelen, feddi a mókus, aki ismert pszichológus. Ön is járkált épp eleget, míg megismerte a legyet. Ó, a létől rég elváltam, folyton bent ült a lekvárban. Mókus úr, az én gyerekem, egyetlen egy kisegerem, úgy szorong az iskolában, hogyha a tanítónénit látja, nem tudja, miért rakszik rá, de úgy érzi, majd bekapja. Az érzetnek nincs alapja. Visz a tanítónéni, macska!